Hiába a tiltó tábla, a kamionok még mindig megjelennek a 86-os főút Csorna és Moson-Magyaróvár közti szakaszán, a teherautók még megszokásból járnak az úton, valamint a navigációs készülékek is még erre irányítják a sofőröket. Az útszakaszon a 20 tonna megengedett legnagyobb ösztömegű járműveket és szerelvényeket március 1-től tiltották ki. Ennek ellenére még folyamatosan erre járnak a teherautók. A tiltás a 86-os főút mellett lévő települések régi kérése volt, mivel az úton áthaladó forgalom több, mint a fele kamion. A helyiek örülnek nagyon a döntésnek, de még sajnos nem látják a hatását. A hétköznap egyelőre változatlan, úgyhogy a forgalom szinte ugyanaz. Bízunk benne, hogy azért, ha eljön a türelmi idő vége, akkor megszűnik ez a kamionforgalom, és tényleg észrevenni, hogy kevesebb. Látni egyébként a rendőrök részéről valami intézkedést, hogy figyelnek rá, vagy felszólítják a kamionosokat? Igen, egyszer láttam, a csornai termálnál visszafordították a kamionokat az M85-ösre, de azon kívül többet nem láttam én. Mikor a legelviselhetetlenebb a helyzet? Hát a hétköznapok. Igazándiból már reggel alig lehet átjönni az úton. Ugye én nem zebrán járok, hogy őszinte legyek, de hát ki kell várni. 5-6 kamion egymás után, még most is. A rendőrség egyelőre még nem büntet, csak figyelmeztetik a sofőröket és visszafordítják őket az autóútra vagy az autópályára. De amint letelik a türelmi időszak, komoly büntetés is járhat az útszakaszra hajtó teherautósofőröknek.